A legtöbben a vállalatokat, nagyobb multikat vagy a vendéglátást választják a nyári hónapokban. A Nemzetgazdasági Minisztérium, a fővárosi, megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével 2018-ban is elindítja a nyári diákmunka elnevezésű központi munkaerőpiaci programot, mely keretében a diákok számos állami fenntartású intézménynél kaphatnak munkát. Immár 6. éve van lehetősége arra a 16. életévüket betöltött, de 25 évet még be nem töltött diákoknak, akik akár közép, akár felsőfokú tanulmányokat folytatnak, hogy önkormányzatunk intézményeiben is részt vegyenek a diákmunkaprogramban. A változás alapvetően az, hogy megnőtt az idő lehetőség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy most már nem csak július 1-től, hanem június 18-ával fogadjuk a diákmunkásokat. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem 2-3 hetes, hanem 3-3 hetes turnus tudunk kialakítani. Ezáltal növekszik azoknak a száma, akiket be tudunk vonni ebbe a foglalkoztatásba. A lényeg nem változott, továbbra is 6 órás foglalkoztatásról van szó, és a jogszabály meghatározza, hogy mennyit kereshetnek a fiatal felnőttek ezen a munkán. Az önkormányzati intézmények közül elsősorban a polgármesteri hivatal, illetve az óvoda rendszerünk, a nagy felvevőpiac. Itt turnusonként közel 100 gyereknek adunk munkalehetőséget, de korlátozott számban lehetőség van arra, hogy az egészségügyi alapellátáson, a művelődési központban, a könyvtárban, illetve a múzeumban is foglalkoztassunk fiatal felnőtteket. A 2018-as minimálbér emelés hatására nőtt a diákok bére is, így legalább 794 forintot kell keresniük óránként a tanulóknak, ami napi 8 óra munka után havonta bruttó 138 000 forintot jelent. A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, valamint az adózásukra is ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. Kivétel ez alól a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka, mely során csak a 15%-os személyi jövedelemadót vonják le a bérükből, és nem kell egészségügyi járulékot sem fizetniük. A nyári szünetben nagy mértékben nő a diákmunkások száma, bár vannak, akik egész évben dolgoznak az iskola mellett. Most nyáron gyakorlatilag ugye a partnereknél is elindulnak a szabadságos időszakok, ezáltal várunk a pénztáros árufeltöltői pozíciók igénylésére. Itt emelkedni fognak biztos a létszámok, amiket rendelnek tőlünk. Bizonyos üzemekben is megemelkednek ilyenkor a megrendelt létszámok, tehát oda is lehet menni. Vannak időszakos munkáink, mint például egy hűtőház, oda is ilyenkor igényelnek diákokat, de a megszokott irodai munkákban nem várható általában emelkedés. A diákszövetkezeteknek az adóévben kifizetett összes jövedelemről és a levont közterhekről is igazolást kell kiállítania legkésőbb január 31-éig, amelyre a munkavállaló diákoknak szüksége lesz a NAV által készített személyi jövedelemadó bevallás tervezet ellenőrzéséhez. A diákok szülői engedélye 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. 18 éves kor alatt mindenképpen kell a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyezése a munkavállaláshoz, a munkavégzésről szóló megállapodás előtt pedig célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, ahol adatbázis található a feketén foglalkoztató cégekről. Szakértők szerint a munkaviszony létesítésekor ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, melynek az alapbért, a munkakört, a munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét kell tartalmaznia. A munkaszerződés pedig csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes.